két és félszer annyi fát ültetnek, mint amennyit kivágnak a közterület fejlesztése érdekében sóstón, valamint a mostanihoz képest összességében 38 négyzetméterrel növekszik a zöld felület nagysága. Hangzott el a nagy lakossági felháborodást kiváltó, közel 1 milliárd forintos sóstói beruházással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón. Hamarosan ezzel folytatjuk, előtt azonban nézzük a mai témákat. Köszöntöm Önöket! Sóstói turisztikai attrakció két és félszer annyi fát ültetnek, mint amennyit kivágnak. Ipari park fejlesztés Nyírbátorban többek között buszállomás, feltáró út épül, és az elektromos hálózatot is bővítik. Vöröskereszt az elsősegély nyújtás világnapjára készülnek. A Nyíregyházi Zöld Akciócsoport egy informális, környezetükért felelősséget érző nyíregyházi lakosokból álló pártpolitikától független szerveződés. A csoport aggodalmát fejezte ki a Nyíregyháza Sóstó turisztikai célú fejlesztés részeivel kapcsolatban. Támogatják és örülnek a szóban forgó projektnek és Sóstó fejlesztésének, de alapvetően elhibázott elemnek tartják az önmagában is hatalmas, de még annál is nagyobb térburkolt felülettel körülvett szökőkút létesítését, Vendégünk a stúdióban a projektmenedzsere, a Sóstó Gyógyfürdek ZRT vezérigazgatója, dr. Podlóics Roland, jó estét kívánok! Kezdjük sok, jó estét kívánok. Kezdjük talán azzal, hogy miről is szól maga ez a hatalmas projekt, mit tartalmaz ez az egymilliárdos projekt? Lényegében ez egy gyógyhelyfejlesztési pályázati konstrukcióba benyújtott pályázat, melyet Nyíregyháza önkormányzata társberuházóként, konzorciumi partnerként, ez Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen be még 2018-ban, ez lényegében egy elég hosszú projektfejlesztési időszakra tekint vissza, és ami lényeg ennek, hogy ki van ragadva egyetlen egy eleme, de valójában azért ez az egész sóstói közterületeknek a fejlesztési célzó projektről van szó. Nagyon fontos elem is hangsúlyozandó, hogy mintegy egy ezer négyzetméter zöld felület kap öntöző hálózatot. Én azt gondolom, hogy a korszívonának megfelelő zöldfelületkezeléséhez ez már elengedhetetlen. Emellett a területen három e, olyan e, modern e, közösségi nyilvános illemhelyet is elhelyezünk, amely például a Benzó téren van itt Nyíregyházán. házán. Ez tulajdonképpen a Tó különböző pontjain van, és az új játszótér, a Szódház utca végére is bekerül egy ilyen. Következő eleme ezen felül e, maga a, a, a akvárius előtti parkban lévő szökőkút kiépítése. Ez egy 540 méter alapterületi szökőkút, és talán a tudásáról kevesebb szó esett az elmúlt időszakban. Ez egy olyan modern szökőkút, amely 93 fúvókával rendelkezik, egy ilyen babapiskóta alakja van, és ennek köszönhetően nagyon egyedi speciális vízképet fog tudni majd az ott látogatóknak és a nyíregyházi lakosoknak is szem elé varázsolni. Ez tulajdonképpen Magyarországon talán a top 1, top 2 kategóriába kerül, hiszen maga a közterületnek a rendezése, a kandeláberek is olyan nagy tudásúak lesznek, hogy amikor előadás lesz egy este 8-9 óra időponttal tervező nyári időszakban, illetőleg tavasztól késő őszig, akkor akkor lesötítő körülötte a közterület, és csak maga a fúvókáknak a vízképe fog látszani, amely a hanggal szinkronban összehangoltan különböző vízképet fog tudni adni, amelyek meg lesznek világítva. Tulajdonképpen mi a cél ezzel a, ezzel a vitathatatlanul hatalmas látvány elemmel? Több turistát szeretnének ide vonzani, vagy... Én azt gondolom, hogy ha most valaki az elmúlt évek fejlesztéseinek az eredményeként kilátogat a sóstóra, és ez nem csak a turisztikai időszakról beszélünk, júliusról vagy augusztusról, hanem már igazából koratavasztó késő késő szikára Istennek nagyon sokan látogatnak ki a sóstóra. Én sóstói lakos is vagyok, tehát én ott élek sóstón. Látom azt, hogy tavasztól késő őszig a tó környezete, ahol nagyon sokan közlekednek, már-már túl zsúf volt. Hogyha visszagondolunk arra a e, olasz étterem, amely a sarkon van a fürdőház mellett, ott tulajdonképpen egy olyan közlekedési csomópont alakul ki a gyalogosok és a bicikliseknek a nagy száma miatt, amely egyébként ez a projekt választod erre is, mert ott a élményfürdő gyógyászata, illetőleg az olasz vendéglátó között egy új sétány nyitunk. Ezt a sétány ezt rávezetjük tulajdonképpen az akvárius előtti parkfődő, vagy akvárius előtti partnak a, a, területére. És nagyon fontos, hogy ott egyébként jelen pillanatban van egy az akvárius és a sóstújút között merőlegesen egy parkolósáv. Ez a parkolósáv is megszűnik, ezek a parkoló a parkoló helye tulajdonképpen a Hungest Hotel az sóstó előtti területen két oldalt az út két szélére kerül. Tehát igazából kitisztítjuk a parkoló Kocsikat, igazából egy igazi felületi park fog létrejönni, és a térkő aránya, hogy hogy változik meg, hát ugye jelen pillanatban is, ott, ahogy bemegyünk ezen a 4 méter szélességű útszakaszon, két oldalt köszönhető a parkolóknak, ott egy jelentős térkőfelület van most is. Ez a térkőfelület zöldfelületté változik, és való igaz, hogy a térkőfelületeket visszapótoljuk, hiszen a szökőkútnak a környezetében, hogy látható legyen, hogy ezt Reményeink szerint nagyon sokan kíváncsiak lesznek esténként erre a programra. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kvázi nézőhelyet kell kialakítani az akvárius fürdő de ott egyébként most is térkő van. Tehát vannak benne zöldflekkek, én ezt nem vitatom, e, viszont azt gondolom, hogy ez a fejlesztés azon túl, hogy szét fogja húzni a sóstó e, látogató turistáknak a tömegét. Tehát nem fogjuk azt érezni, hogy a tó körül már szinte e, annyira sűrű, hogy szinte látogathatatlan néme időszakokban e, kerülgetjük az emberek biciklivel már hát nagyon helyesen tudnak. A, kerékpárosok, a futók, a, sokféle... a kis. Gyermek funkció Érdekesek együtt, azon a együtt kis kis sítányon, ez... Ezek a tömegek azt gondolom, hogy uh -huh. széthúzzuk a sóstón, és ez mindenféleképpen az egész területnek a használhatósága szempontjából ez egy pozitívum lesz. Természetesen mi volt a másik cél? Olyan közterületi látványosság, hogy amikor bezár a fürdő, bezár az állatkert, akkor azért itt turisták vannak itt. Az elmúlt időszakban két nagy szálloda is épült. Az állatkertnek a szállodája a Banga, illetőleg a Hungeszotás sóstó. Hála Istennek, és azért most covid időszak volt, van vagy, van mögöttünk, meg még benne is élünk, azért augusztusban is 89 os volt ezeknek a szállodáknak a töltöttsége. Ez azt jelenti, hogy önmagában csak a két szállodával az a többlet, ami az elmúlt időszakban megjelenik, Sóstól 300-400 ember. És akkor mellette még a nyíregyházi lakosság is, az egyébként akár csillagtúrában, akár a fejben élő megszálló turisták száma is jelentős. Ez már nem fog csökkenni. Nyilvánvalóan ennek a tömegnek, ennek a, a turista tömegnek a, a, színvonalas éjszakai szórakoztatását úgy gondolom, hogy ez színesíteni fogja mindenféleképpen a sóstón. Ez egy olyan szökőkút lesz, amely önmagában is turisztikai látványosságot nyújt. És emellett a szökőkút mellett van egy másik elem is egyébként. Ez az a túlfürdő főbejárat előtt lévő, meglévő szökőkút, illetőleg a termelői piacon lévő Szökőkút. Mind a két szökőkútnak rendbetétele történik meg, és egy összekötjük őket tulajdonképpen, egy kis patak fog kialakulni, ami szintén a fúvókákat is nyilván nem olyan nagyságrendű tudással fog rendelkezni, mint amilyen ez a nagy szökőkút, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon attraktív környezet fog kialakulni a tófürdő főbejáratára, a lényegében rávezetjük a tófürdő főbejáratára az ide érkező turistákat. Hol fog megnövekedni a zöld felület, hiszen azt hallottuk, hogy ugye 38 négyzetméterrel megnövekszik, illetve két és félszer annyi fát visszaültetnek. 100, 101 néhány faj is lesek egy kicsit, 1600 cserje és 503 évelő növény került, tehát egy komplet tulajdonképpen zöldfelületi része van ennek a projektnek a meglévő sétányok racionalizálás útján, tehát megszűnik térkövezett sétány, megszűnik térkövezett parkoló, és a kettőnek az egyenleg a megszűnő, és az új építésűnek az az egyenleg, hogy 38 négyzetméterrel több lett. Eredetileg kevesebb lett volna, próbáltuk polgármester úrnak az instrukció és kérésére úgy átalakítani a projektet, hogy minél több zöld felület maradjon meg. Ennek a szökőkútnak tulajdonképpen a tájolása és a zöld felület megóvása érdekében történt. Való igaz, hogy maga a fejlesztés miatt igazából 23 fát kellene ott kivágnunk. Viszont ott van egy-két olyan invazív fajta, hogy akác például, ami sem díszvértékkel nem bír, sem pedig úgy gondolom, hogy központi parban nem élő, nem szép jelenség. Ezeket a főkerti szóra körbejártuk, és ezek kerülnek még pluszba kivágásra, de ennek ellenére is pozitív lesz a szaladó, miután a projektet befejezzük. Mennyiben fog megváltozni Sóstónak a hangulata? Én azt gondolom, hogyha aki ismeri Sóstón ezt a területet is, és nem megbántva ezt a területet, vagy nem el ennek a területnek a jelentőségét, de azt gondolom, hogy ez nem egy annyira erősen látogatott része. Sokkal intenzívebben, nagyobb leterhelése van például a Halúza sétánynál, hogyha a tó környékét nézem, vagy az új játszóteret nagyon-nagyon sokan felfedezték, ami a tó másik oldalára került. Én azt gondolom, hogy nem fog -e megváltozni, hiszen ott most, hogyha a történelmi részeket nézzük, van ugye a vízszoronyban a fürdőház, a és a krúdivigadó. Az egy központi része, amely, amely egy kicsit ilyen óldivatóbb hangulatú, régebbi sós idézi. De hogyha megyünk fel éjszakra, hogy támadunk, ugye a mögötti terület. 2005-ben megépült az Aquarius Élményfürdő. Az Élményfürdő egy modernebb épület, már talán egy már váltás, tehát egy kicsit már máshéj vagyunk. 2019-ben befejeztük a tehát ez egy híddal van összekötve. Természetesen az is már a modern építészeti jegyeket viseli magán, hiszen az 21. században már 21. századi módon építkeznek az emberek. Hogyha ezt a két területet is nem bántja egyik a másikat, hogyha átsétálunk ott a revitalizációs sétányon, végigmegyünk a szálloda mellett, először mindenki nagyon óckodott, hogy milyen furcsa lesz, híd fog átmenni a fején fölött a sétányon. Aztán érdekes módon, amikor télen a kutya sétáltatás közben, vagy éppen egy egészségügyi séta alkalmával azt láttuk, hogy köntösben sétálnak át a vendégek, az teljesen magáéletet, és nem lett rosszabb ettől a sóstó. Valóban egy kicsit másabb a Én azt gondolom, hogy ezt a hangulatot fogja erősíteni, a turisztikai területnek a hangulatát fogja erősíteni. Ez nem fogjuk emiatt elveszíteni. Emellett természetesen ha csak a faültetést nézzük, a szállodaépítésnél is vágtunk ki fákat. A fejlesztéseknél mindig vágnak ki az emberek fákat, és fátültetni egyre nehezebb kihívást jelent, hiszen nagyon sok helyen olyan közmű akadályok vannak, olyan közmű leterheltség van, amely alapvetően problémát jelent. Viszont például ezt kevesen tudják, de amikor a Hungesztot, azt a projektet is én vezettem, építettük 2019-ben 160 fát ültettünk vissza. Ez nem jelenti azt, hogy ennek örülnek. Nem, <laughs> <De>, nyilvánvalóan <laughs> az csak <aktivisták> azt gondolom, hogy mindig, ha mindig, és a fáknak a zöld felületi értéke. Azért ez egy erdei fenyőfákról van szó, amelyek tényleg fel vannak kopaszodva, fák. A zöld felületük nagyságrendekkel kevesebb mostani állapotába, mint ha beültetjük ezeket az évölőket. Én azt gondolom, hogy egy helyes egyensúlya ezeket a problémákat lehet kezelni úgy legyen vezérigazgató, mind a 35 percet ki tudnám beszélni erről a témáról, és nagyon sok kérdés maradt bennem, de meg kell, hogy köszönjem, hogy befáradt. Köszönöm hiszenek. szépen, kérdés sokan. Novemberben költözhetnek be a lakók abba a nyírbátori társasházba, amelyet az önkormányzat épít egy milliárd forint értékű saját beruházásként. A 71 lakást a városban és környékén élők bérelhetik ki 5 évre. Az önkormányzat célja az, hogy segítse a településen munkát vállaló fiatalokat az önálló élet megkezdésében. Nyírbátorban több nagy cég működik, amelyek számos munkalehetőséget kínálnak a városban és környékén élők számára. A 12 ezer lakos számláló településen igyekeznek mindent megtenni azért, hogy helyben tartsák a fiatalokat és kedvező jövőképet kínáljanak a máshonnan érkezők számára. A bérlakás programnak köszönhetően ősztől egy 71 lakásos társasházban kezdhetik el önálló életüket azok, akik hosszabb távra terveznek Nyírbátorban. A tervek szerint nyár végére befejeződnek volna a munkálatok, azonban a járványhelyzet miatt október végén adják át a lakásokat, amelyeket novembertől vehetnek birtokukba a bérlők. A bérlakások építésén kívül számos fejlesztés valósul meg a településen. A Nyírbátori Ipari Park a megye egyik legjelentősebb iparterülete, 77,9 hektáros területének több mint 96%-a beépített. Most egy több mint 1 milliárd forintos Európai Uniós támogatás segítségével az ipari park fejlesztése is elkezdődött. Köszöntöm a stúdióban Máté Antal Nyírbátor polgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Úgy tűnik, hogy a COVID nem fékezte le a Nyírbátor önkormányzatot, illetve Nyírbátorvárost. Óriási fejlesztések zajlanak most is és hát tervek is vannak. Igen, hát nyilvánvalóan miután a járvány márciusban indult, ezek a beruházások pedig még sokkal korábban elindultak, nem csak az előkészület, hanem maga a fizikai megvalósítás is. Teljesen természetes volt, hogy ezeket a fejlesztéseket, ami mind összességében azt célozza, hogy a város és a térség fejlődés az töretlen legyen, ez egy alapvető célkütőzés volt az elmúlt hónapokban, hogy ezek a beruházások tudjanak végigmenni, és ezekkel a beruházásokkal is igazából azt segítsük, hogy ha majd vége van a járványnak, ha túl vagyunk a nehezén, hogy nyilván a város, a gazdaság, a társadalom, az élet újraindítását segítsék ezek a fejlesztések. Többször beszámoltunk már arról, hogy az önkormányzat társasházat épít bérelhető lakásokkal, ez most a finiséhez érkezik. Igen, hát ugye a megye fejlesztésnek van egy alapvető koncepciója, hogy gyakorlatilag négy olyan pólusa van a megyének, a megyeszékhely mellett három, ez Kisvárda, Máté Szalka és Nyírbátor, ahol olyan intenzív gazdaságfejlesztés valósítható meg, ami aztán hosszú távon, középtávon kihat az egész megyére és a, a térségekre, a, a kisebb leszakadott, leszakadóban lévő régiókra is. És hát nyilván ennek van gazdasági növekedés hatása is, de természetesen jár egyéb olyan fejlesztésekkel, vagy igényel olyan egyéb fejlesztéseket, ami a lakhatás, az oktatás, a közlekedés szempontjából fontos. Na és az a bérlakásépítés nyilván azért is került reflektorfénybe, és azért is beszélünk róla többet, mert ez mondjuk nem egy átlagos, szokványos beruházás, két okból, egyfelől nincs benne visszanemtérítendő támogatás, tehát az önkormányzat ezt az adóbevételeiből, vagy a többletbevételeiből finanszírozza, másfelől pedig egy olyan újszerű megközelítésén, azt gondolom, a térség fejlesztésének, ami egyébként illeszkedik sok minden máshoz, például a kormány programjához is. A legfontosabb célunk, hogy a fiatalok, a magyar fiatalok itt maradjanak az országba, itt hasznosuljon a tudásuk. Most van, aki saját lakással el tud indulni, van, aki nem. Mi ezzel a beruházással azokra gondoltunk, akik első kézből, első körben nem feltétlenül tudják kihasználni az állami támogatásokat, és mondjuk az első öt évet egy önkormányzati bérlakásban szeretnék az életükben letölteni. Ez úgy néz ki, hogy novemberben elkészül és beköltözhetnek a lakók. Tehát itt jellemzően már nyírbátori lakosok vehetik ezt igénybe, vagy a környéken élők, vagy pedig azért nyírbátorban számos olyan nagy cég van, ahonnan, ahová esetleg távolabb vidékekről jön munkaerő, akik ott szeretnének boldogulni. Igen, tehát komplexen szeret, Tük volna közelítettük meg ezt a kérdést, és valóban több lépcsőről szól ez a történet. Elsődlegesen nyilván a helyből és a környékbeli fiataloknak szól, de miután látjuk, hogy a gazdaság is igényli, a cégek is igénylik, nagyon messziről jönnek most már Nyírbátorba dolgozni, megyén túlról is, és ugye ennek lenne, lenni kellene ennek a gazdasági növekedésnek egy olyan hatásának is, hogy, hogy nem csak az, a tőkét, hanem a humán infrastruktúrát, tehát hogy mondjam, a, a, az emberi tudásba befektetett energiát is próbáljuk meg ebbe a térségbe vonzani és ebből a szempontból is egy ilyen ö, lakásépítési projekt, aminek az első fázisán leszünk túl ősszel, az segítse ezt a folyamatot, és ez megint csak egy ö, térségre kiható fejlesztés. És ha már itt a cégekről beszélünk, az ipari parkról is szót kell ejtenünk, hiszen ebben is komoly fejlesztések ö, zajlanak. Igen, megtörtént az ünnepélyes megnyitója ennek a projektnek, de ezt mindig tudjuk, hogy a fizikai beruházás mindig megelőzi. Tehát itt a munkálatok már korábban elindultak, valóban több részből áll ez a fejlesztés, és talán amit ki kell itt is hangsúlyozni, hogy egy ilyen beruházás, ami egy Európai Uniós forrásból valósul meg, és a megyei önkormányzattal közösen valósítja meg a város, nem önmagáért való. Tehát a legfontosabb, amit ebben látni kell, hogy mi ezzel a közel egymilliárdos, vagy több mint egymilliárdos Európai Uniós finanszírozással, Nagyjából egy két milliárdos fejlesztést valósítunk meg, hiszen ebben olyan partnerek vannak, olyan szereplők vannak, akik ebbe többletforrás tudnak így investálni. Ez három részről jön, és ezt érdemes is kiemelni. Egyfelől az önkormányzat is tesz a projektbe nagyságrendileg 300 millió forint saját erőt. Az áramszolgáltatóak, aminek ugye mi fizettünk a projekten keresztül 250 millió forintot, ő is egy 900 millió közel egymilliárdos áramhálózati fejlesztést valósít meg. És hát gazdasági szereplők is vannak, hiszen egy ilyen ipari parki bővítés kapcsán a legfontosabb, hogy ne csak építsünk egy infrastruktúrát, hanem ez az infrastruktúra gazdasági növekedése, beruházása, munkahelyteremtése, technológiai fejlesztéssel járjon, és azt kell, hogy mondja, hogy több jelenleg nyírbátorban lévő cég is velünk együtt fejleszt ebben az időszakban, és új befektetőket is sikerült ezen beruházás kapcsán a térségbe hozni, ami a kiszolgáló és minden egyéb infrastruktúrát tovább fejleszti. Tehát egy olyan, megint csak egy olyan katalizátorként működő beruházásról beszélünk, ami hiszünk benne, hogy a következő 5-10 évben is meghatározza a térség gazdaságát. Emellett úgy tudom, kerékpárút is épül, és ez is valahol a munkaerő áramlást, illetve a közlekedést segíti. Hát, igen ugye a zöld gondolkodás az egy fontos dolog, a XXI. században egyre több ember szeretné úgy élni az életét, hogy amellett, amellett hogy ö, igyekszik minden elérhető szolgáltatást, ö, infrastruktúrát, egy, egyebet kihasználni, amellett nagyon fontos, hogy a környezetére is figyeljen. És ilyen szempontból a kerépáros közlekedésén azt gondolom egy olyan terület, ahol az ország és a megye is nagyon sokat halad előre, a térségünkben rengeteg kerépárút épült, és most a legfontosabb feladatunk az, hogy ez hálózat magyarul azokat a szakaszokat építsük meg, amik ezeket a meglévő kerépárutakat hálózatba köti. Ilyen szempontból nyilván a városban belül is van egy kerépárút építés, európai nős és a szomszédos nyígyulaj felől is épül egy kerépárút. Most ezekkel a beruházásokkal mind az ipari park, mind a város, mind a turisztikai létesítmények nem csak Nyírbátorból, hanem a térség majdnem hogy az egész területéről kerépárral elérhető, megközelíthető, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen 21. századi modern gondolkodású társadalomban ez ez egy, ez egy jól beintegrálható kérdés és, és fejlesztési terület. A munkavállalóknak többnyire családjuk is van, és ebben a projektben, illetve a projektek sorában egy bővítés is helyet kapott. Igen, a múlt héten sikerült átadni egy óvodát, egy új óvodát, ez egy katolikus óvoda a városban, és ott is minden hozzászóló, legyen az kormánytag, megyei szereplő, egyház vagy önkormányzati szereplő. Azt emelte ki, ami ebben szerintem a legfontosabb, hogy az oktatás nevelés egy olyan általános horizontális kérdés, amit, hogyha szeretnénk, hogy fejlődjön a, a társadalom és a térség, egy kulcs szereplőről van szó az oktatásban résztvevő szereplőkről, és én, amit ebben a legfontosabbnak gondolok az együttműködés mellett, az éppen az, hogy minél színesebb, minél nyitottabb, minél választékosabb, minél több rétegű oktatás oktatásnevelést kínáljunk a szülők számára, mi emberek nagyon különbözőek vagyunk, a családok is nagyon különbözőek. Eltérő módon tudunk gondolkodni. Egy térségben, ha lehet választási lehetőség a szülőnek, hogy ő most egyházi, nem egyházi, ha egyházi, akkor azon belül milyen inkább ilyen típusú, vagy inkább olyan típusú óvodát, iskolát szeretne a gyerekeinek. Akkor, akkor ezt ma minél inkább megteheti Nyírbátorban is, és én azt gondolom, hogy egyre inkább a környező térségekben is. Ez egy nagyon fontos fejlesztés, nagyon sok ilyen oktatási beruházás valósul meg a városban és a térségben, és ezek mind-mind-mind, ahogyan is fogalmazott, azt segítik, hogy a családok jól be tudjanak illeszkedni, és hosszú távon tudjanak számolni a várossal. És hosszú távon mit tervez a város? Nyilvánvalóan a legfontosabb most az, hogy túl legyünk ezen a járványon az ezzel kapcsolatos negatív hatásokat minél hamarabb ledolgozzuk. Sőt, én úgy fogalmaztam a kollégáimnak, hogy próbáljuk meg megkeresni hogy egyébként egy ilyen válsághelyzetben, veszélyhelyzetben, ami azért rendszeresen a társadalmunkban előfordul, ha nem is feltétlenül vírus, hanem bármilyen más gazdasági válság vagy természeti problémák, mindig meg kell keresni, hogy mi lehet ebből a kitörési pont. Mi az, ami ebben a helyzetben olyan változtatásra kényszerít bennünket, ami hosszú távon az előnyünkre fordítható. Most is ezen dolgozunk, túl akarunk lenni a válságon, ezek a beruházások azt gondolom, hogy segítik a térséget ebben, és keressük a, a, a jövőt. Én a legfontosabbnak azt gondolom, hogy hogy a társadalomba kell befektetni. Tehát ha valami rávilágította ez a járvány a figyelmet, akkor az éppen az, hogy a legnagyobb érték az emberekben lévő tudás, ezt kell erősíteni, hiszen ha az emberek felkészültebbek, ha tudásukban sokkal szerteágazóbb és versenyképes tudással rendelkeznek, akkor az a közösség, az a társadalom bármilyen kihívásokra jobban tud reagálni. Ezért fontos az oktatás, ezért fontos az egyetemi képzés, ezért fontos a gazdaság szereplőinek az olyan fejlesztése, ahol nagyobb hozzáadott értékű beruházásokkal, nagyobb tudással, nagyobb szaktudással lévő embereket tudunk munkát adni és így nyilván a térség is élhetőbb, és még inkább fejlődőképes lesz. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönöm szépen én is. A nyári időszakban általában nehezebb a vérellátása, kevesebb önkéntes miatt. Emiatt idén is kampányjal, ismert emberekkel karöltve toborzott véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Míg télen az influenza szezon és az évvégi ünnepek, a nyári időszakban a szabadságolások és az allergia szezon vetheti vissza a véradásokat. Ahhoz, hogy a sokszor életmentő műtétek nem maradjanak el, és hogy a beavatkozások után felépülők is elegendő vérhez jussanak, minden időszakban fontos, hogy a rendszeres donorok nem maradjanak távol. A szakemberek szerint nem csak a véradás jelenthet nagy segítséget, hanem annak népszerűsítése is. Sokan például nem adhatnak vért életkoruk, testsúlyuk vagy valamilyen kizáró betegségük miatt. A mostani nyári kampány első szakaszában ismert és elismert sportolók álltak az ügy mellé, akik szintén rendszeresen nyújtják kezüket. A korábbi akciók sikerességét mutatja, hogy tavaly is kerültek olyan donorok a Vörös Kereszt látóterébe, akikkel addig nem volt a szervezet kapcsolatban, később viszont akár rendszeres véradóvá is válhatnak. Ehhez a véradás.hu oldali segítségükre lehet, ahol naprakész információkat találnak a véradó események helyszíneiről és időpontjairól. Az önkéntesek közben a Balatonnál sem pihentek, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 14 éve biztosít elsősegélynyújtó szolgálatot nyaranta a Magyar Tenger partján, amelyben a megyei szervezet az észak régióhoz csatlakozva a kezdetek óta részt vesz. Köszöntöm a stúdióban Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen nyáron van túl a megyei Vöröskereszt Véradás tekintetében. Tudjuk, hogy a nyár az mindig kritikus szokott lenni. Más volt -e ez az idei nyár, mint az eddigiek? Nyilván a véradásokat, ahogyan a bejátszásban is hallhattuk, mindig, tehát nagyon jól kell ahhoz megszervezni a véradásokat, hogy sikert tudjunk elkönyvelni a napok, a hetek és a hónap végén. A célunk az, hogy minél több véradót megszólítsunk, minél jobban felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára a kampányszerű véradások ebben azt segítenek, és minden évben erre helyezzük a hangsúlyt, hogy elérjük azokat a véradókat is, azokat a donorokat, potenciális donorokat, akik eddig még nem találkoztak a segítségnyújtásnak ezzel a formájával. Minden évben valamilyen szlogen mögé igyekszünk felsorakozni és megszólítani, megkeresni olyan hírességeket ebben az évben sportolókat, a kampány egyik részében, a másik részében pedig előadó művészeket, amivel fel tudjuk hívni a figyelmet arra, ami nagyon sokszor kifogás, hogy sportolók, elfoglalt vagyok, nem tudok elmenni vért adni. Én azt gondolom, hogyha egy előadó művész el tud menni vértadni, vagy egy sportoló, egy élsportoló tud ö, időt áldozni, arra, és nyilván ez sem a teljesítményében, sem az edzés programjában nem zavarja meg, akkor ez egy megfelelő üzenet lehet a laikusok számára, hogy azzal, ha elmennek vért adni, semmi nem változik az életvitelükben, egy kicsit fokozottabb folyadékpótlásra és éle élelembevitelre, tehát szénhidrátraktárakat ilyenkor azért rendesen fel kell utána is, előtte is tölteni, de gyakorlatilag ezt lesz számítva, Semmi olyan kockázata nincsen a véradásnak, ami a, a, ami a napi ritmusból kizökkenteni őket, tehát ugyanúgy lehet élni tovább az életet egy véradás után, mint ahogyan előtte. A nyári időszak az mindig egy picit nehezebb, amiatt, mert azok a véradók is elmennek szabadságra, vagy pihennek, és nem ez van a figyelmük fókuszában, akik rendszeresen eljönnek. Itt az idén egy picit megnehezítette az életünket, mint ahogyan az élet számos más területén a vírushelyzet abból a szempontból, hogy kicsit fokozottabban oda kell figyelnünk arra, hogy jól szellőző helyeken megfelelő távolságtartással tudjuk megszervezni a véradásokat, de ezt mind a vörös kereszt, mind pedig az országos Véle vérellátó szolgálat, én azt gondolom, hogy kiválóan tudta teljesíteni ezeket a kritériumokat, és teljesíti most is. Vannak-e hiedelmek az emberek fejében a koronavírus miatt a véradással kapcsolatban? Talán igen, mivel azért ez egy valamiféle beavatkozás az életükbe gondolhatják azt, hogy jobban kivannak téve fertőzésnek, de a véradás szempontjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak hogy, hogy ki mehet el vértadni, mint amikor nincsen egy ilyen vírus veszély. Tehát aki úgy érzi, hogy, hogy mondjuk kerülgeti a felső légúti fertőzés, egy normál időszakban is azt mondanánk, hogy semmiképpen nem menjen el véradásra, mert nem megfelelő az egészségi állapota. Most is ugyanazok mehetnek el vértadni, mint amikor nincsen ilyen vírus által fenyegetett időszak, tehát azok, azok, akik egészségesnek érzik magukat, itt most ezt hozzá kell tennünk, hogy akik nem kerültek kapcsolatba igazolt vírus fertőzöttel, két héten belül nem jártak külföldön, tehát van még pár szabály, amit most be kell tartanunk, de azt gondolom, hogy ezek követhető szabályok, és ezeknek a megtartásával ö, teljesen kockázatmentesen adható és vehető a vér. De egy véradás nem fogja az immunrendszerét legyengíteni, olyan nem. módon, hogy nagyobb fertőzésnek legyen kitéve, illetve nagyobb legyen a kockázat. Hány szervezetvéradás történt a nyáron a megyében? Mi igyekeztünk tartani azt az ütemtervet, amit hát még annak idején évelején kitűztünk magunknak. Elé. A vírus, tehát most, amikor gyarapodó esetszámok vannak, már azzal találkozunk, hogy lépnek vissza települések, kisebb közösségek a véradástól, ahogyan a koronavírus fertőzöttek száma növekszik, vagy egy-egy településen több igazolt fertőzött van akkor ott maga már a település önkormányzata, az önkéntes szervezőinket értesítik arról, hogy inkább, inkább ne menjünk véradásra. Ez viszont fölhívja a figyelmet arra, hogy ott is, ahol még tudunk szervezni véradást, mindenképpen jöjjenek a donorok, vegyék komolyan azt, hogy hogy kell a segítség, hiszen amikor leállt az országban az élet, akkor csak a legfontosabb műtétek végrehajtására került sor, azonban most ugye az egészségügy is visszaállt egy viszonylag normál rendbe, tehát figyelembe kell vennünk azt, hogy a vérigény az most egy picit magasabb, mint mondjuk nyár elején volt, és nekünk ezt a vérigényt ki kell szolgálnunk más aktualitása is van a mai beszélgetésünknek, az első világnapja. Ennek apropóján számos rendezvényt szervezett meg a, Vöröskereszt. Kereszt. Szeptemberben újraindítottuk a hősképző kampányunkat, ezeket világnapokhoz kapcsoltan szoktuk megszervezni, ez az idén sincsen másképpen. Az idén annyiban változott a hősképző kampányunk, ami most így a, az első alkalom, az első segényújtás világnapja alkalmából kerül megszervezésre, ez szeptember második szombatját jelenti, hogy kifejezetten próbálunk koncentrálni a, az iskolákban, iskolai közösségekben a vírusfertőzés megelőzésére, hiszen szeptemberben elkezdődött az iskola, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek egymástól is tanuljanak. Tehát legyenek kis egészségőröknek hívjuk őket. Tulajdonképpen ezek, ezek a gyerekek vöröskeresztes szakkörökön, elsősegélynyújtó versenyre való felkészülésen, vagy csecsemőgondozási versenyre való felkészülésen találkoznak a vöröskereszttel, a vöröskereszt szellemiségével, és ezen belül az egészségvédelemmel, az egészség megő megőrzéssel. Ezeket a gyerekeket felkészítjük arra, illetve hát a velünk együttműködésben dolgozó pedagógusok felkészítik arra, hogy hogyan kell védekezni, hogyan kell a maszkot megfelelően használni, mit jelent az, hogy mosdóhasználat előtt és mosdóhasználat után is, 20 másodpercen keresztül legalább szappanos kézmosást hogyan kell szakszerűen végrehajtani azt gondoljuk, és a tapasztalatunk is ezt mutatja, hogy ezek a példák nagyon szépen tudnak terjedni a kortárs közösségben, és azt szeretnénk, hogy ez, ezzel hozzá tudnánk járulni a védekezéshez. Mi most azzal készülünk, hogy a háztartási balesetekre, kisebb munkahelyi balesetekre hívjuk fel a figyelmet, hiszen ha arról beszélünk, hogy vörös kereszt elsősegényújtás mindenkinek az újraélesztés jut elsőként az eszébe, azonban talán nem ez a legtöbb, amivel a hétköznapi életben hasz, ö, találkozunk. Most arra törekszünk, hogy ezekre a kisebb háztartási balesetekre, például egy cukorka félrenyelésére olyankor mit kell tennie anyukának, apukának, a nagyobb testvérnek hogy ne történjen komolyabb probléma, vagy hogyan kell például otthon fixálni egy bokaficamot, addig, amíg nem jutunk el a szakszerű segítségnyújtásig. Ezek nagyon fontos lépések annak érdekében, hogyha bármi sérülés történik, akkor a, a pórul járt... Áldozat, az minél hamarabb segítséghez is olyan fajtához jusson, ami pontosan is úgy segít, ahogyan neki arra szüksége van. Például a Balatoni nyár keretében a Balatonon is a Vöröskeresztes önkéntesek vállaltak ilyen feladatokat. Ez így van, ezt már 14. éve szervezi meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Én azt gondolom, hogy az ifjúsaink körébe ez a legnépszerűbb program. Mind mellett, hogy a Balatonpart az egy tíz napig tartó csodás élményt nyújt a fiataloknak, ők ilyenkor egy nagyon komoly szolgálatot teljesítenek, hiszen minden nap hústrandon láttak el szolgálatot, és akkor ezekkel a vízparton gyakran előforduló sérülésekkel találkoznak. Itt egészen az egészen apró balesetektől a kagylóvágás, horzsolás, darás, csípés ellátásán keresztül sajnos minden évben szinte sor kerül arra, hogy az újraélesztést azt élesben is kelljen gyakorolniuk. Ebben az évben is volt két eset, amikor a fiataloknak az újraélesztés Tudását kellett élesben gyakorolniuk, mentőt kellett hívniuk, hiszen hirtelen szívmegállás következett be. Ezek nagyon komoly dolgok, és ilyenkor egy szakértői stáb, egy mentális felkészítésben, illetve helyreállításban vesznek részt, tehát nem hagyjuk magukra a fiatalokat, hiszen ennek akár sikeres, akár sikertelen az újraélesztés, mert nem mindig akkor kerülnek már a sérülthöz, amikor lehet segíteni, illetve nem is mindig lehet segíteni, de mivel ő, ők ennek neki kezdenek, megpróbálják, és amíg nem érkezik meg a mentő, addig ők megpróbálják föntartani az életfunkciókat, azért ennek van egy nagyon erős lelki terhe. Teher. Így van, és ezt az érzelmi tehernek a feldolgozását egy szakértői sáps segíti minden évben, ezzel együtt és ettől függetlenül is a fiatalok nagyon szeretik, mi minden évben meg tudjuk tölteni azt a létszámot, amire mi vállalkozunk. Most is 15 fiatal volt a megyéből, nagyon élvezték, és én azt gondolom, hogy jövőre sem lesz ezzel problémánk, ugyanúgy fognak jönni, és elfogják vállalni ezt a szolgálatot. Gurály Edina, további jó munkát kívánunk. Köszönjük a szépen. Köszönjük szervezetének. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban várjuk Önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!